Sziasztok, üdvözöllek titeket! Mai részben ezen a Foresteren fogok Xenon lámpa szintszabályzót cserélni. Amennyiben érdekel, tudjátok, tartsatok velem! Szóval ez a Subaru Forester, ez egy 2008-as évjáratú SH Forester, ami Xenon lámpával van szerelve, és előírás az, hogy a Xenon lámpáknak legyen egy szintszabályzója, ami 2009-ig itt az első tengelyedél, az első lengőkarnál van beszerelve. Az autó elment vizsgázni, és hát a vizsgán megbukott, mert a szintszabályzónak a bekötési pontja az eltört sajnos, és a szintszabályzónak mindjárt itt meg is rendeltem az új szintszabályzót hozzá. Mindjárt is mutatom nektek. Ez így néz ki, ez a szintszabályzó, így. Ez van bekötve a lengőkarhoz, ez van felerősítve így a karosszériához, fordítva. Na mindjárt várjatok. Igen, így. Egész pontosan ez így áll. Ez így áll a karosszériában, ez van bekötve a lengőkarhoz, ez van a karosszérián, és ahogy az autó meg van pakolva, úgy a lengőkar tolódik fölfelé, illetőleg ahogy az út egyenletlenségeket követi az autónak a lengőkarja, ezáltal ugye a fényszóró magassága is állítódik folyamatosan, és itt alul a bekötési pont ez el van törve, aminél nem lenne gond, hogy eltört, mert ezt a kis lemezlapot lehetne cserélni, csak ez a kis gömbfej, amit itt jól láthatok itt ebbe a kis karba, ez a gömbfej, ez úgy meg van állva, mint halnak a szeme, ahogy a Miklós barátom mondaná, úgyhogy most ez lesz a videóba, ezt fogom kicserélni. Szóval a bal első kereket le kell venni hozzá. Itt helyezkedik el ez a szintszabályzó, itt ez működik, ide van bekötve alulra a lengőkarhoz, így ott az eltört, ahogy mondtam, hogy nem lenne gond, mert ezt ki lehet cserélni, le kell venni itt róla az anyát, és hajtani kell ide egy lemezlapot, de itt ez a kis gömbfej mindkét oldalt alul, illetőleg felül, ez teljesen fix, meg van állva, össze van rohadva, össze van gyógyulva. Úgyhogy ezért kell ezt kicserélni, mert ez vizsgakövetelmény itt Németországban, de otthon is, Magyarországon. Az ügyfél ebből nem vett semmit észre, mert ez így működött, tehát ez így mozgott, tehát a fényszóró magasság az állítódott, de hát sajnos nem a jó irányba. Úgyhogy most ez lesz, ez nem egy ördög lakat, tehát ezt eléggé könnyen lehet kicserélni, mert itt van két darab csavar, alul a lengőkarba van bekötve ide, tehát ez körülbelül egy 5 perces mutatvány, folyunk is neki gyorsan ennek a munkának. A csavarokat befújom egy kis csavarlazítóval, ez már itt van 2008 óta, valószínűleg össze van jó rohadva, és akkor egy 10-es kulcssal, kacskival, először a lengőkarról veszem ki a maradványt. És végezetül egy stekkert kell leszednünk. Mindjárt nem is húzom. Nézni. Szóval ez. Az hiba egyik forrása, ugye, hogy eltört a lengőkaron, ez a bekötési pont. Ez valószínűleg anyagfáradás, illetőleg, mivel hogy megállt ez a kis gömbfej, ezt kézzel nem tudom mozdítani. Ezért alul, a lengőkarnál ez a bekötési pont, ez eltört, ez volt a leggyengébb láncszem. Nyilván itt az idő okozta károk is, gondolok itt a rozsdára, az is szerepet játszott, úgyhogy ennyi. Mehet be az új. A stekker. Gyűjt a csavarok alá.
be is van szerelve a szintszabályzó az autóval. Így ennyi. Szintszabályzó ki van cserélve, kell még egy fényszóró állítás, illetve egy ellenőrzés, és mehet is vizsgálni az autó. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, hamarosan találkozunk. Sziasztok!